Hello mindenkinek, ez itt egy első benyomásos videó a Game Archivum csatornán, ami nem más, mint a... ami nem más, mint a nyáron kiad... tavaly nyáron kiadott játék, a Goat of Duty, ami nem más, mint egy Call of Duty ripoff kecskékkel, komolyan mondom. Ezt a 34 Big Things készítette és Rise Games adta ki. Ez egy... ez hát most jelen esetben ingyenes játék, egészen most hallottam, hogy március 31-ig bezárólag ingyenes a játék, most csapjatok le rá, 100%-os spórolás van, tehát konkrétan ingyen be lehet gyűjteni a játékot, úgyhogy hát mit kell tudni, ez szerintem ez egy ilyen... multiplayer alapon nyugszik, tehát játszhatunk online, meccset keresni, tehát keresetünk magunknak meccset, választhatunk ki meccset, tehát hogy éppen most valamilyen zajló meccsben lehet nézni, leaderboard, ami a konkrétan a saját táblázat, a pontozási táblákat nézhetjük, akkor free, itt vannak a különböző játékmódok, ugye a free for all, a Herd Wars, Gun Deathmatch, szerintem ez a Gun Game, amikor mindenki után Fusro Arena. Ez nem a Fusro, de... Markor, illetve Domination, ezek a különböző játékmódok. Illetve a saját karakterünket is átalakíthatjuk, mondja ez az alapszerkó, hogy a Goat Hero, Save the Goat Leader, Save the World, akkor itt a Peppa Goat, ilyen fehér színű a... Lucha Goat, ami ilyen luchador maszkban, cuccban van ittve, Naruto. Illetve van egy csomó feloldható, illetve vannak olyanok, amik biztos valós pénzben lehet begyűjteni, vagy valami achievementet kell gyűjteni. Ez a Naruto nekem nagyon bejött. Na, akkor kezdjünk egy tréninggel. Itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rögtön már 9-re kezdünk. Itt már beállíthatjuk ugye a játéktípust, a játékmódot, hogy mivel szeret játszani. Legyen először egy alap free for all, meccsidő 5 perc, egy botot kapunk, igen, és illetve a bot level Farm Dwellers, Mountain Goats, Mythical Rams. Hát, ez biztos könnyű, közepes, nehéz, hát legyen inkább könnyű, és mondjuk az első pálya, illetve lehet váltogatni Future Farm, Desert of Lambs, Horror Well, Slaughterhouse, Bella Goats, Manum Space, Medieval Village, Space Station, Death Valley, és így lehet látni, hogy összesen hány kecske lehet egy pályán. Tehát mondjuk itt minimum 3, max 8, akkor jön ez a jövőbeli farm. Hú, gyerekek. Már alapból is lehet látni, hogy konkrétan a Black Ops szériát parodizálja ki inkább, mert látni ezt a emblémát. Azt a rohadt! Tehát, hogy konkrétan látom a saját magamat, illetve a fegyvert. Nagyon pici a izé a... ez a 30, mondjuk egy ilyen... 60... sokkal jobb. Igen, és már elindult, most azt hiszem, aha... ez az Impaler, ez az a szöglövős, ez az, ami megállás nélkül van nálam. És figyelj, nehogy kiesünk a pályáról. Ja, ezek a lila ugratók. Jézusom, hát ez konkrétan a Goat Simulatorból lett átvéve egy ugrat, és konkrétan így a ragdoll animációhoz működik, öcsém. És jól megállítottam a játékot, tehát nyilvánvaló, hogy működik minden. Itt nagyon levettem csutkára mindent, szóval remélem. Lehet, hogy ezt is leveszem. Nyilvánvaló, hogy a kecskerem liheg. Tehát nincs az a véletlen, hogy a hátsó fele megszólalna. Aha. Ez is jó. Ez a karóvető. Ez
Így néz ki az újratöltés. Vagy nem, ez a kamu halál. Ja, tényleg. Jézusom. Itt a gránátvető, most már kapjuk el. Próbálok életet az éve gyűjteni. Aha, tehát Call of Duty Unreal Tournament, a fegyverek főleg az Unreal Tournamentre emlékeztetnek. Hú, de mekkorát tudok ugrani, azért lehet látni. Azt a megvan! És igen, most ez az ingyenes dolog, ez most a Steam-en működik. Ez tök jó ez a nagyobb ugrás. Mint a Borderlands-re emlékeztet. Egyszerűen durva ez a játék, tehát számomra, tehát... Én szerintem nagyon el tud lenni az ember, nagyon... Szerintem jó, poénos. Emlékszem például, volt egy videó, a Tear of Greece, nem tudom, hogy szoktátok-e nézni. Kopasz szemüveges csámó, aki rikoltozva néha... Rage-el mindenen konkrétan. És az a lényeg, hogy volt egy játék, ilyen középkori játék, és konkrétan mi volt az a játék, nem tudom értelem a nevét, a For Honor, a For Honor FPS-ben, és olyan, 100%-osra bekapcsolod az izét, 100%-osra bekapcsolod a ragdoll animációt, akkor olyan dolgokat lehet itt észrevenni, hogy konkrét a szakadsz a rögéstől, nyilván, és pláne ő is. Azért fegyvert is elő kéne gyűjteni. Oké. Még egy fél perc. Ja, akkor lehet kimászni a kamu halálból, hogyha... Még egyszer megnyomod az R betűt. Ez a fűrész lapvető. Ez kellene. Ó, honnan jött? Ó, headshot. Na így a végére tökéletes volt. És a végén felrappalok én is. És akkor a végén így nézzünk ki. És ott mögöttünk a cafatokra durantják tűzi játékkal. Szóval jaj, nagyjából ez volt a Free for All, és akkor most próbáljunk meg egy valódi meccset is elindítani. Hmm.
Na, nagyjából ennyi volt a Goat of Duty. Szerintem ez egy agyatlan baromság, de én megmondom őszintén, én élvezem. Aki nagyon jó ebben a reflexes játékokban, tehát mint például, hogy a 2016-os Doom, hogy nem szabad megállni, folyamatosan figyelni kell a területet, az ellenfeleidet, meg így, meg úgy. Tehát akiben ebben profi, az el lesz ezzel a játékkal, és mondom, Steamen 100%-osan le van árazva, mondom, 100%-osan március végéig, úgyhogy no, minél előbb csapjatok le rá. Én azt mondom, próbáljátok ki, szerintem ez egy alkalmas játék, hogy is mondjam, olyan időszakra, amikor nem csinálsz semmit és unatkozol. Tehát ez konkrétan unaloműző, a maga beteg módján. Én élveztem. Ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, további Rage és szép napot mindenkinek. Sziasztok!